Na, megint itt vagyok. Most lejjebb vettem még a grafikát 720x480-ra. Vagy 405-re, mit tudom én. Az FPS az még mindig 30. A bitráta az 500, de ez játéknál lényeges itt nem. Tökéletes streamelés, azt írja. Nem igazán késtél, hisz még nem csináltam semmi lényegeset. Csak állítgattam még itt a live streamet. De most jónak kell, hogy legyen. Jó, mondjuk rakjunk egy házikót. Vagy egy város. Úgy a város lesz kész. Néhó nem muszáj nézni. Jó, hát nem igazán díszítgetem ki. Jött egy autóüzenet. Nem. Jasszál, switch, oké. Alapból lehessen mondjuk ilyen nevet változtatni. Aztán majd amennyi. Most még mindig elmegy. Pedig elvileg jó. Ja, akkor csak neked, mert nálam tökéletes 30 FPS megvan, processzor az 30%, bitráta meg 500. Jó, a játékos neve, kinézete pedig Nívó lesz. Úgy négy gyönyörű. Hát mindjárt megnézem a hálózati terhelését. Pedig nem is tolja maxal. Szóval jónak kéne, hogy legyen. Hát igen, ilyen ez a falusi net. Tessék mondani, hogy mik legyenek. Hát én csak így most pakolgatom le. Hazám. De holnap elvileg jó lesz. Vagyis elvileg, hát igen, elvileg. Az még eldől, hogy tényleg jó lesz-e. Ó, szuper. Örülök, hogy mindenkinek akad. Új, de csúnya lett ez a ház.
Bakker. Na, valami történet, ilyesmi. Mondjuk legyen az, hogy Nívónak volt egy jó szervere, de elbénázta. És akkor legyen az a küldetés, hogy szerezzünk Nívónak embereket a szerverre. Jó, ilyen ajtót rányomok a házikókra. Aj, ne. Ruhás. Apa, pajzsos. Fegyveres. Fott is. Ja nem, ez tudsz, poti. Vendéglő, és akkor jó legyen ez a kocsma. Akkor ide jöhet egy transfer. Kafa. Hát a felvétel az jó lesz, a YouTube-ra az is föl lesz töltve. Szóval az látszódni fog. Ott meg jobb lesz elvileg. Elvileg. És akkor legyen mondjuk a kocsmában Nívó. Nagyon szakadt, pedig olyan minél olyan kicsire állítva, hogy csak na. Oké, Nívó, a te géped ennyire se képes. Szóval... inkább... amúgy visszakaptad már a gépedet? Mert ugye szépen megvetted és... fail gép volt. Jaj, nem vizet akartam. Upsza. Olvasom, hogy csetet, ezt félre csúszok. Na, ahogy elment Nívó, jobb lett? Akkor szerintem Nívóval van a baj. Vagyis, hogy volt. Egy kis pultot. Jó, hogy ez elég kicsi lett. Azt, na jó, legyenek asztalok. Így, ne.
Félre csúszik az egerem. Direkt egy jó nagy batár kurzor van, hogy mindenki lássa. Hát nem éppen középen van így ránézés, de nem baj. Na hát most akkor akad vagy sem? Mindjárt megnézem telefonon. De ha nálam nem akad telón, akkor nálad van a gond. Gameplay, hát miről legy? Hát ilyen gameplay így akadozva. Elég érdekesen néz neki. De nem tudom. Na hát akkor az jó. Akkor a többieknél van gond. Nálam itt talón csak hülyén néz ki, de nem akad. Rendesen megy az egész. Még ha egy becsíkozódik a kép, az kész. Hát mondjátok, milyen gameplay. Ezek vannak a gépen. A Zombies Must Die, ez már nincs. Raiders, Carbar Space program, Smite, Fallout és Bullet Run. Ugye már ez sincs. Szóval ezekből tessék választani és megszavazni. Most mi az? A Zombies Must Die? Mondjuk, hát szavazzatok azt, amelyikre a legtöbb jön. Közben én itt pakolgatom a cuccokat. Jó, pedig akkor kette az ambizra. Nézzünk. Ó, szuper zenék, igen. Ó, mi ez a Big Monster? Na nem is azt akartam. Télapó legyen a kocsmáros? Ne, legyen egy ilyen öreg csákó és kész. Jó, akkor rakunk le pár random embert. Ahogy né. Ő beszélgette vele.
Az a baj, hogy kóban lehet, apa, kóban lehetne csak, ha mi az, Steamen van valaki, akivel lehetne, de úgysem bírtuk összehozni, mert próbáltuk. Szóval Xboxon lazán meg lehet oldani a Steamet, de itt elég macerás. Szóval inkább azt mondom, hogy nincs múltja így. Nézzük, melyik legyen a küldetésadó. Ő, szuper, megfelel. Hát live-ot tartani nem hiszem. Ja, az az AMD-nek persze, hogy lesz folytatása. Csak most ugye mindenféle mászkálás van. Hát izé az, mert az Avermedia livestreamer tudsz, tuti lehet. Vagy mit te én pontosan mi a neve. Hú, elég sivatagos a terület. Ahhoz képest meg jó sok fa van. Így. Nálam nem gerjed a teló. Vagy gerjed? Nem kéne neki. Az nálad probléma. De azért eldobtam. Mert én nem hallottam semmit. Pedig maximum van a hangerőm. És még tekertem rajta, de... Igen. Hol van ez a bolt? Hát közben tessék írni. Mondjuk ha három ember szavaz rá, akkor már nyomom azt. De ez még csak kettő. Hány ember van egyáltalán fönt?
Azt se tudom. Szuper. Most erre raktam. Nem, hát aktivizáljatok azt a másik pár embert és döntsenek ők is. Jó, akkor ez nem tudom, hangos lesz-e. Au. Nem tudom levenni a hangját, mert eltűnt ez a hangerőszabályzós hülyeségem. Így ne. Igen, üdv a játékban. Név az. Melyik a törlés? Ejha. Shift valami. Hát akkor teszt maradt. Ah, jó van. Fotkosunk itt Bélával. Kocsma, oké. Nem bírok vele beszélni. Akkor ezt át kell ide rakni. Elvenni a képét. És ide rakni egy alap emberkét. Aki nem mozog. Egy. Hangot visszaadom. Na, miért nem lehet beszélni vele? Tesz, oké. Nagyszerű. Oké, akkor legyen ez a küldetés.
Itt átváltam. A levonást bekapcsolom. Így né. Ezt megint kimásolom. Gőletés. Levonás. Oké, akkor jöhet egy erdő. Kész. Itt lesz a teleportáló. Akkor csinálok egy erdőt. Ez is csak ilyen. Ne legyen nagyobb. 40x40-es. Az egész. Ilyen füves. Apá, mondom füves. Rakok pár nagyobb fát. Egy. Na jó, mindjárt kitöltöm a végét is. Ja, inkább ezt rakom. Elég egyértelműen látjuk, hogy hol a chat. Szerintem. De lehet, hogy csak nekem egyértelmű. Na jó, hát nem igazán szépítem. Ezt látszik, hogy mi akar ez lenni. Erdő is kész. Jó, azért ezt az aljakat berakom. Így. Apa. Miért én bénán? Csak hogy látszódjon, hogy mi is ez. Szuper. Ugye akkor itt jutunk be az erdőbe. Egy kis gyors transfer. És akkor erdő, ide rakok pár szörnyet. Mondjuk itt legyen az egyes terület. Így, hogy nem mindenhol. Kettes terület, mondjuk erősebb szörnyek. És akkor hármas, még valamilyen másfajta szörnyek. Ja, akkor beállítom, hogy mondjuk kész slime legyen az egyes területen. Két denevér a kettesen. És akkor lehetne a trollok a hármasan.
Jó, a nyakék. Ja, mindkét helyen legyen. Illetve mind a három helyen legyen. Egy láda. Mondom láda. Legyen benne 10 arany. De persze lehetne randomat és csinálni, lehet az lesz. Ebben ez a heu ember, amit elírtam. És akkor gyors csinálok egy itemet, ami a nyakék lesz. Na most. Jó, nem használható el. Soha nem használható el, nem használható. Jó, ott nincs típusa. Ez csak egy nyaklánc. És így néz ki. És ebben lesz. Bizony, bizony, három kéne. Jó, akkor így hirtelen ennyi. Na jó, rakok pár virágot. Így, tökéletes. Van ilyen virág, olyan virág. Ezt most csak így gyors összevágtam. Akkor ugye mivel megvan a nyaklánc, vagyis nyakék, ezért itt lesz egy autó, nem is itt elég a kocsmában. Ugye a paralel processz, ami folyamatosan figyeli, hogy megvan-e valami. Ha megvan a nyakék, akkor kapcsolja be a kézküldetést. Jó. És utána pedig átkapcsolja magát. És ha készen van ez a küldetés, akkor jöhet ugyanez az összes szöveg. Ah, nem is kell az összes szöveg, elég az, hogy gratulálok, hogy befejezte a küldetést, blablabla. Na jó, mivel a többinél is megcsináltam, legyen itt is. Megrákék. Igen. Nem. Cső. Au. Jó, ez az item elvette. Oké. Okay. Kikapcsolom a kapcsolókat. Ezt is kikapcsolom. Mondom ki. És a kész küldetést is kikapcs. Mondom kikapcs. Hogy? Hát... Nem úszott el. Az a hang, ezé volt. An item tudsz. Vagyis egy sound effect.
Jó, ez megvan, megvan. Nem, még ezt kell átmásolni. Meg odaadni a pénzt. Ugye, ha a levonás is be van kapcsolódva, akkor le kell vonni még egy kis pénzt. És akkor ez meg is van. Gyors, végigjátszom. Nagyszerű. Jó a név. Nem tudom, mivel lehet törölni. Nullás gombbal. Az U betű. Ne? Itt. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Jó, küldetés. Azért ettől küldetés vállaljak, oké. Igen. És akkor ugye mivel fel van véve a küldetés, ezért nem lehet beszélni vele. Mert jól elmentem. Miért nem lehet beszélni vele? Küldetés bekapcsolva. Ja. Oké. Okay. Szépen ezt karaktert át kell állítani mindenhova. Megvan, a mindegy, az nem harmadik szavazat. Megvan nekik? Igen, hazudok. Oké. Okay. A legalsóba raktam, ugye? Aha. Nem támadnak meg. Megvan a nyakék. Ó, oh, ilyenkor kiírhatnám egy készek ületés. Átbírok menni a fán. Na, ez egy fail. Rosszul állítottam be. Na, mindegy. Nincs is visszajárat, mi? Nincs hát. Akkor itt beírom, hogy megvan az arany. Vagyis a nyakék. Azért átállítom, hogy a fán ne lehessen átmenni. Nem lehet külön átállítani. Az kár. Na, itt vannak olyan érdekes dolgok is, hogy például nem mindegy, hogy melyik irányból megyünk rá a cuccra, vagy melyik irányba enged, szóval ilyen nyilakat be lehet állítani. Akkor itt van olyan számláló, hogy mondjuk valamennyit számol, ha rálép, és akkor ezt később ilyen conditional branch-el lehet állítani, hogy a számláló az
mondjuk elér a nem tudom mennyit, akkor történjen valami. Amúgy itt van az a fa. Ezen nem lehet átmenni, ezen pedig alá kerülünk. Ezeken meg nem lehet. Jó. Most már ugye nem lehet átmenni a fán. Csak a lombjánál. És még nem támadott meg senki. Akkor próbálok. Au. Gyilkos, és van az. Húsz arany. Futás, futás, futás. Ja, nem csináltam meg a visszateleportot. Mentem, hát itt vagyok. Csak nem beszélek mindig. Jó, a küldetés megvan nálam a tudsz elvileg. Ja. Akkor jött a kocsmáros. Oké, küldetés. Megvan. Ó, elírtam, nem baj, átadtam. 100 arany, mivel ugye egyszer hazudtam neki. Szépen hozzáadta, 120 aranyom van. Szóval nagyszerű kész az első küldetés. Áll a live, megy a live, csak nem beszélek mindig. Úgy tudok venni két potiont. Ezt el is tudnám használni, de minek? Menjünk ölni, kész. Itt még vannak benne vérek. Mire van a speckó támadás ezért. Kész. Kettes szintű vagyok. Mit szedtem föl? Jó, embert. Úgy lefagyasztotta az agyát. Hát igazából elég könnyű így. Csak gyors összedobtam valamit. Majd lássátok, hogy megy. Tutoriába. Rendesen azért szebben fogom megcsinálni a játékot, de az tényleg valami történet is kéne. Mert ez igazán nem volt szinte semmi. Jó, elment rá. A falut mondjuk. Lemásolom. De odébb helyezek. Majd nem, ezeket leveszem. Csak ezeket. Akkor ez a következő része, vagyis az másik szintje a falunak. Szóval ez egy jó nagy falu. Úgy, nagyszerű. Hogy ne akadjanak össze. Egy. És akkor lehet mászkálni a kis faluba. Szuper. Van egy gagyi kocsma. Küldetés. Ó, lehet zenét váltani azt.
egyébként megnézzük. Ó, igen. Ó, nem lehet, mert rosszra van állítva. Így mindjárt más. Ó, de mivel betartottam. Na mindegy. Válasszunk a jó kis zenét. Ó, nagyszerű. Háttérbe is megy. Ó, persze, hogy megy. Unity az... Ó, 4.0 van fönt. Az meg nem működik. Mert ugye nem vettem meg előrendelésben. Írom itt a nevét, hogy ez most a lévet ott. Ezt visszabontom. Megnézem, hogy állunk. Egészen komolyan. 5 néző. Na, szuper. Ezeket majd itt jól ki kell törölni. Ilyen live, ilyen teszt, meg mit tudom én. Jó. Akkor egy kis átállítás.